Köszöntöm kedves nézőinket, a mai egy igazán különleges adás, ugyanis olyan vendégeket köszönhetek itt magam mellett a stúdióban, akik mindannyian kapcsolódnak az idei Prímadíjhoz, ugyanis a VOSZ Bács-Kiskun vármegyei szervezetének elnöksége minden évben meghirdeti a Prímadíj adományozását, és az idei egy igazán különleges év, ugyanis itt van köreinkben dr. Filus Erika, aki az idei évben elnyerte a Prímadíjat. Köszöntelek a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Mellette pedig Domonyi László, Kiskörösváros polgármester, és itt van köreinkben, és természetesen itt van mellette Enrődi Ferenc is, az Acker Plus Kft. Tulajdonosa, aki szintén aktívan részese ennek a díjnak. Kérem, mesélje egy kicsit arról, hogy hogyan is kapcsolódik ön ehhez a díjhoz. Én is köszöntöm a nézőket. 17 éve vagyok a vármegyei elnökségnek a tagja. Jó magam képviselem ezt a régiót, és gyakorlatilag a elnökség aktív része volt ennek a díjnak a indításával, átadásával, és én is aktívan részt veszek ebben. Milyen céllal indult el annak idején ez a díj? Ugye a vállalkozók megítélése korábban azért nem olyan volt, mint ma. Fontos az, hogy egy vállalkozó az nem csak megélni akar az adott piacon, az adott közösségből. Igazából a társadalmi felelősségvállalás az valahol elkezdődött egy 20-30 évvel ezelőtt, és ez olyan szintig jutott, hogy ma már hivatalos formában, akár ez a VOSZ-nak a megyei díjainak az átadásával is erősítjük ezt a kapcsolatot, az elfogadását a vállalkozóknak. De már ma ez nem téma. Milyen szempontokat vesznek ilyenkor figyelembe? Ki az, aki ki tudja érdemelni végül ezt a prímadíjat, vagy esélyes arra, hogy prímadíjas lehessen? Ez úgy történik, hogy már az év elején, hiszen évvégén adjuk át a díjakat, az év elején elindul egy jelöltár. Azaz elnökség, illetve az elnökség által preferált személyek, ismert személyek tesznek javaslatot, akár a városvezetésre is gondolok, különböző városok vezetése megyei szinten, vármegyei szinten, és ezekből elindul egy verseny, mondjuk annak, hogy verseny, hogy ki lesz a díjazott. Nagyon izgalmas terület ez nekem, hiszen azok a jelöltjeim, akiket megkapok, vagy magam is felfedezek, azokat meg kell védenem, díjazottá kell tennem, mert mindenkinek a jelöltje értékes az adott kategóriában. Ez egy komoly lobby. Az idei évben ugye itt van köreinkben dr. Filus Erika is, aki elnyerte ezt a díjat. Miért éppen ráesett a választás? Miért gondolják úgy, hogy megérdemelte ezt a díjat? Én egészen visszamegyek a Petőfi 200-hoz, hiszen most fejeződött be hatalmas költőnknek a megsüvegelése, megünneplése. Én magam is nagyon aktívan részt vettem ebben. A lásd a Petőfi szilvesztert a családommal itt töltöttem. Mert én magam is most fedeztem fel Petőfit, sokkal jobban, mint korábban. És amikor ez beteljesedett, és láttam, hogy ez egy fantasztikus történet, akkor jött a hál' Istennek részemre a gondolat, hogy Erikát oda kell tenni jelöltként mindenféleképpen, abszolút megérdemli, jó időben, jókor, egy fantasztikus munkát végzett, és így történt a jelölése. Polgármester úr, ön mikor tudta meg, hogy Erika ott lesz a jelöltek között, és hogyan fogadta ezt a hírt? Ugye mi már évek óta Ferivel kapcsolatban vagyunk, sok minden miatt is, de a Prímadíjjal kapcsolatosan is, hiszen amikor a jelölések elkezdődnek, akkor ugye Enrődi úr mindig megkeres, hogy gondolkodjunk és tegyünk ajánlatot a VOSZ irányába jelöltekre. Ez most is így történt, és megbeszéltük, hogy akkor az idei év jelöltje részünkről dr. Filus Erika lesz, és ha szabad azt mondani, megbeszéltük, de ilyenkor ugye az ajánló az én vagyok, és az elnökségi
tagunk és a területi képviselőnk, Endődi Feri, pedig viszi ezt az ajánlást. Utána már az ő gondoskodása alá helyezzük ezt a feladatot, és hát mindig nagy reménnyel vagyunk, amikor ajánlunk. Feri ebbe egyébként nagyon kreatív és nagyon segítő kész. Prima díjas a Kiskörösnek 3 van, ugye Kunhegyesi Ferenc művész úr, Babucsik Nézelkfalvi Anna néni, és most már dr. Filus Erika, és én nyugodtan kimerem jelenteni, hogy mind a 3 díjazott kitűnő a maga tudományos vagy művészet területén, de azt is kimerem jelenteni, hogy óriási segítség nekünk azt, hogy Endődi Feri a térséget, a várost, és nem csak Kiskörös, ezt ugye mondhatjuk, hanem a rábízott térséget rendkívül komolyan képviseli, és az a ő általa lobby tevékenységnek mondott dolog, én azt gondolom, hogy azért annál sokkal több, mert ő a szívügyének tartja ezt a feladatot. És még azt is nyugodtan elmondhatom, hogy ugye a vállalkozók megítélése miatt, és hogy a vállalkozók adakozása az emberek számára is egyértelműen kijöjjön, ez az Acker Plus Kft-nél fokozottan jelentkezik. Kiskörös szerencsés, mert a kiskörösi vállalkozók ilyen szempontból egyébként aktívak, ezt mondhatjuk, de az Acker Plus Kft. Kiemelkedően sokat segít nekünk a rendezvényeinkbe, sokat jelenik meg a társadalmi életbe, példát mutatva ezzel mindenkinek, hogy lehet egy vállalkozás aktív részese egy közösségnek és egy közösségi életnek. És ez az egyik legmarkánsabb példa, hogy a maga kategóriájában, ugye mert 10 kategóriába hirdettek most díjat, 10 kategória győztes van, és a 10 kategória győztesből választanak ki 3 prima díjast, és 1 közönségszavazatot, így lett 4 prima díjasa a vármegyének ebben az évben, és hát nagyon nagy örömünkre Kiskörös újra prima díjassal büszkélkedhet. Erika, hogyan érintette már maga a jelölés, valamint utána milyen érzés volt átvenni a díjat? Óriási elismerés volt, és maga a jelölés is egy nagy megtiszteltetés. Én megmondom őszintén, hogy amikor megkaptam a telefonhívást, és úgy köszöntött a hölgy, hogy kategória győztes lettem, akkor el kellett tennie néhány percnek, hogy én egyáltalán ezt felmérjem, hogy most mi is történik velem. És hát a magyar tudomány kategóriájában a többi jelöltből engem választottak ki a kategória győzteseként. Úgyhogy amikor Kecskeméten megvolt a nagyon színvonalas és egy nagyon előkelő, nagyon jó hangulatú díjátadó, akkor azzal a biztos tudattal értem oda, hogy ezt az üveg díjat, ezt mindenképpen át fogják nekem adni, de az összes többit az teljes titok övezte. Még csak utalás sem történt rá az én irányomban, hogy nem csak ezzel fogok hazatérni, hanem a prima díjjal is, és hát ott derült ki számomra is. Hát az egy felfoghatatlan érzés, egy nagyon-nagyon megtisztelő és egy nagyon-nagyon jó érzés volt, és hát nehéz is volt megszólalni utána. Amikor az ember átvesz egy ilyen elismerést, akkor úgy nagyon sok minden átcikázik a tudatám. Nekem rögtön az jutott eszembe, hogy én lettem ugyan a díjazott, de hogyha nincsenek mellettem vagy mögöttem azok az emberek, akik nagyon sokat segítettek és nagyon sokat támogattak engem, akkor én a munkámat nem tudnám így végezni, és nem is lenne esély arra, hogy ilyen rangos kitüntetést kapjak. Úgyhogy nagyon-nagyon sok embernek tartozom én ezért köszönettel. Én bízom benne, hogy ott
a diátadón is sikerült megköszönni a legfontosabb embereknek azt a nagyon sok támogatást és segítséget, amit én nem csak a Petőfi 200-ban, hanem az elmúlt időszakban is kaptam. Úgyhogy egy nagyon-nagyon jó érzés, és egy olyan felszabadító jó érzés volt átvenni a díjat, amit elég nehezen tudok szavakba önteni. Polgármester úr, ön szerint mivel tudta dr. Filus Erika kiérdemelni ezt a díjat? Ugyebár a Petőfi 200-at ön is említette, hogy egyszerűen tényleg magas szinten zajlott le minden egyes esemény. Ez lehetett a kulcsa ennek az egésznek? Hogyha egyszerűen kellene fogalmaznom, akkor egyértelműen a szorgalommal, a felelősségteljes munkával és a munka komolyan vételével lehet egy ilyen díjat megkapni, mert az, aki a munkáját felelősséggel végezi, és meggyőződésem, hogy bárhol is van, és bármit is csinál, ha azt felelősséggel, szorgalommal és kellő alázattal végzi, akkor igazából mindenki lehet prima díjas. Az Erika most egy olyan két év mögött van velünk együtt, amit én polgármesterként is úgy ítélek meg, és Endrődi Ferivel is, amikor a jelölésről beszéltünk, pontosan ezért mertük Erikát jelölni, hogy egy olyan sikeres Petőfi 200-at zárt kiskörös, mint szülőváros, hogy mindenképpen a szakmai vezetőjét a Petőfi 200-nak közösen úgy gondoltuk, hogy prima díjra érdemes javasolni, és még azt is nyugodtan elmondhatjuk, hogy nyilván tudjuk, hogy Erika a vezető, de Erika mögött egy óriási stáb dolgozott, a múzeum dolgozóitól, a polgármesteri hivatal dolgozóig, a Kunság Média csapata, a Kőröskom csapata, tehát szinte mondhatjuk azt, hogy egész Kiskörös megmozdult, megmozdultak a vállalkozóink, és komolyan vettük azt a feladatot, amit kaptunk, és Erika vezetésével tudtuk sikerre vinni a Petőfi 200-at. A díjakról majd Erika még mesél, mert van miről, hála jó Istennek. Ugyebár csak képeket, videófelvételeket láthattunk erről a Prima díj kiosztóról, de mit lehet tudni, milyen volt megélni ezt a rangos eseményt? Tehát egy olyan csapat dolgozott ott, az látszott, hogy ők ezt szívügyüknek tekintik, hogy aki azon az estén ebbe a nagyon szép épületbe belép, akkor úgy érezze magát, hogy egy kicsit kiszakad a mindennapokból, hogy egy más dimenzióba kerül. A kínálás, a dekoráció, az asztalok elhelyezésétől kezdve, és díszítésétől kezdve, nekem végig-végig az volt az érzésem, hogy itt óriási munkával minden egyes szegletét a termeknek, azt belakta ez az esemény. Nagyon sokan sűrögtek, forogtak körülöttünk, és hát ahogy itt az előbb is elhangzott, hogy a díjak átadása az egy hosszabb folyamat volt, hiszen minden egyes kategória győztesről korábban készült egy kisfilm, egy rövid, egy 3 perces kisfilm, azt megnéztük, utána vettük át a díjat. Utána a prima díjak átadása következett, illetve még az év vállalkozója és az év bortermelője kitüntető címeket is átvehették a díjazottak, és hogy ez ne legyen egy idő után egy kicsit egysíkú díjátadó, ezért bizonyos időközönként nagyon színvonalas kulturális programok töltötték meg az estet. Nem is biztos, hogy föl tudom sorolni, de például Feke Pál énekelt a Padlás című musicalből egy
egy dalt, Zséda volt az eseménynek a fellépője, de Berec Andrást is köszönthettük ott, egy nagyon szép és egy tanúságos mesét mondott, ami nem is igazán mese, vagy inkább felnőtteknek szóló mese volt, de mazsorettek indították az eseményt, és a végén a Kecskemét Tánc Együttes egy fergeteges kalotaszegi produkcióval zárta a díjátadót, úgyhogy én végig csak az egyik ámulatból a másikba estem, és természetesen a diátadó után pedig egy svédasztalos, nagyon különleges, nagyon színvonalas és nagyon-nagyon finom vacsorát is elkölthettünk, és ott már volt arra lehetőség, hogy elegyedhessünk a többi díjazottal is, illetve a megjelent vendégekkel. Az elmúlt egy évben számtalan nagyon magas röptű eredményt is tudhattok magatokének, ugyanis a Szlovák Tájház elnyerte az Év Tájháza díjat, akkor utána nemrégiben derült ki, hogy az Emlékmúzeumnak a kiállítása is elnyerte az egyik legrangosabb díjat, és most ez a díj hogyan élte meg igazából az az egész csapat, valamint ön hogyan élte meg, hogy mindez megvalósult egy éven belül? Igen, egy éven belül, sőt, igazából néhány hónapon belül, tehát ahogy polgármester úr is említette, azért itt a Petőfi 200 nem csak az emlékévre korlátozódott, ugye emlékévekről beszélünk Bács-Kiskun megyében, hiszen azért két éven keresztül ünnepelt nem csak a szülőváros, hanem az egész vármegye, de az előkészületek, a gondolkodás, az emlékévre való felkészülés már 2019-ben elindult, tehát ez egy hosszú folyamat eredménye, és ezek a díjak, hogy a múzeum kötelékébe tartozó Szlovák Tájház az Év Tájháza lett, hogy az emlékévre készített 7 év Petőfi Sándor emlékkiállítás című tárlatunk jelen pillanatban a mi kategóriánkban az ország legjobb, legkiválóbb kiállítása lett. Ez mind-mind ennek a hosszú éveken tartó munkának a betetőzése, a kicsúcsosodása, és itt ez fontos még megemlíteni, hogy például egy évtájháza az nem úgy lesz egy tájház, hogy egy éven belül rangos programokat szervez, és az ottani bíráló bizottság ennek alapján ítéli oda a díjat, hanem figyelembe veszik azt a több éves, sőt több évtizedes folyamatos munkát, ami a tájházban zajlik. Tehát amikor egy díjátadásra kerül a sor, akkor az sohasem az aktuális állapotnak a díjazása, az elismerése, hanem mögötte van, tehát mint egy jéghegy csúcsa, hogy mi csak azt látjuk, hogy megvan egy díj, de hogy mi van mögötte, és hogy az hány ember munkája, milyen hosszú folyamat, azt igazából azok tudják, akik ezért dolgoznak. Úgyhogy ez a három elismerés, ez igazából lefedi az egész múzeumi struktúránkat, hiszen a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumhoz a Költő Szülőház és az Emlékmúzeuma mellett tartozik a Szlovák Tájház is, díjazott lett, szintén elismerése volt a munkánknak az évkiállítása, amiben szintén nem csak én vettem részt, hiszen a kurátora Kispálné dr. Luca Ilona volt, aki intézményünk korábbi vezetője, de rengeteg segítséget kaptunk a Petőfi Irodalmi Múzeumtól, Hábagó Ilonától, aki a projektvezetőnk volt, és minden ügyes-bajos gondunkkal, szakmai kérdésünkkel bátran fordulhattunk Ilonához, és hát természetesen kellett az is, hogy a szövegeket, amit a kurátor összeállított és a koncepció alapján megírt, azokat életre kellett kelteni, látványában is meg kellett jeleníteni, és hát Kocka István és Széki András nevét nem felejthetjük ki, hogyha az év kiállításáról beszélünk, hiszen az a gyönyörű, letisztult, szín- és formavilágú, világos, szépen áttekinthető tárlat, ami most várja a látogatókat, mindenképpen az ő kreativitásukat és az ő hozzáértő munkájukat dicséri. És akkor így felmerül a kérdés, hogy tényleg olyan
magaslatokba jutottatok, és az az egész csapat, hogy így felmerül a kérdés, hogy mi lesz akkor a jövő évre? Vannak-e már tervek? Szeretnétek egy kicsit megpihenni, vagy pedig tovább fogjátok emelni a szintet? Hát szeretnénk megpihenni, de nem fogunk. Én a héten állítottam, illetve múlt héten állítottam össze a múzeumnak a következő évre vonatkozó, a 2024-es évre vonatkozó feladatait, illetve azokat a megemlékezéseket, ünnepségeket, amiket mindenképpen szeretnénk megvalósítani. 24 ilyen megemlékezés szerepel ezen a listán, úgyhogy nem fogunk sem unatkozni, sem pihenni. Ugye amikor egy ilyen nagyon intenzív, nagyon feszített időszakon vagyunk túl, akkor nem szabad utána azt csinálni, hogy most túl vagyunk a Petőfi 200-on, és akkor hátradőlünk, megkaptuk az elismeréseket, és hátradőlünk. Ugye ezek köteleznek is minket. Azt a színvonalat, amit a szülőváros elért, és a mi múzeumunk elért, azt jó lenne tartani. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy a következő években háromnapos nagy ünnepségsorozatokat fogunk rendezni, mint ahogy az emlékévben számos alkalommal előfordult, de ezt a kultuszápolási lendületet, ezt mindenképpen szeretnénk megtartani, és hát nagy szerencse nekünk, és nagyon-nagyon jó dolog, hogy ezt nem csak a mi intézményünk gondolja így, hanem azok az intézmények, amiket polgármester úr is említett, illetve hogy polgármester úrnak is személyes szívügye az, hogy ezzel az adománnyal, amivel Kiskörös rendelkezik, ezzel élni kell, és ezzel menni kell előre. Úgyhogy az önkormányzattól is, illetve polgármester úrtól is minden segítséget és támogatást megkapunk annak érdekében, hogy a következő évben is méltó legyen a szülőváros arra, hogy Petőfi Sándor itt született. Enrődi úr, az lenne a kérdésem, hogy a 24-es Prima díjra esetleg már megvan-e a terv, nem kell itt elmondani, elszpoilerezni, de hogy számíthatunk-e arra, hogy újabb kiskörösi jelölt lesz köztük? Vannak elképzeléseink, vannak, kaptam neveket, igen, tehát lehet miből meríteni, hál' Istennek, a régióból is, Kiskörösről is, úgyhogy megpróbáljuk persze, de azt tudni kell, hogy ez egy hatalmas harc, hogy abból a 8-12 jelöltből ki lehet kategória győztes, és abból a 10 emberből, 10 jelöltből ki lesz primadíjas. Hát ez nem egyszerű történet, igyekszem megfelelni. Van miből meríteni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, hogy a vendégeim voltak, és Erika, önnek még egyszer szeretnék gratulálni a díj elnyeréséért, és további kitartó munkát kívánok, és kívánom, hogy újabb ilyen eredményes lehessen Kiskörös neve. Köszönöm szépen, hogy eljöttek ma, és a vendégeim voltak. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen.